Jó estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Érdemes lesz ma este is velünk tartani, érdekes témákat gyűjtöttem össze. Augusztus első hete a szoptatás világhete, augusztus elsője pedig az anyatej világnapja. Éppen ezért az egészségfejlesztési iroda ezen a napon szervezi meg az anyatejes táplálás elnevezésű programját. A világon évente több millió csecsemő hal meg, illetve válik nyomorékká, mert nem jut anyatejhez. Ennek ellenére sok országban egyre kevesebb nő szoptatja a gyermekét. Augusztus 1-e az anyatejes táplálás világnapja, amelyet az Egészségügyi Világszervezet és az UNICEF hozott létre a csecsemők egészséges táplálása érdekében. Az Egészségfejlesztési Iroda az anyatejes táplálás fontosságára hívja fel a figyelmet a Szabad Művelődés Házában az augusztus 1-i programjával. Ez az egészségfejlesztési irodánknak az első programja, június 1-je óta működünk, de ténylegesen a programjainkat szeptember 1-jétől kezdjük. Azonban az anyatejes táplálás világnapját nagyon fontosnak tartjuk, mind a szülők, mind a családi életre nevelés szempontjából, mind az egészséges táplálkozás szempontjából. Ezért azt gondoltuk, hogy ezt a rendezvényt ezt most megtartjuk augusztus 1-én. Ennek már hagyománya van a városban, évek óta rendezünk, csak még más színekben rendeztük az anyatejes táplálás világnapját. Ez a Szabad Művelődés Házában lesz augusztus 1-én reggel 9 órától 1 óráig, vagy amíg az érdeklődés tart. Három előadást szerveztünk erre a napra. Az első előadás az önmagáról, az anyatejről szól. Egy védőnő laktációs tanácsadó tartja az előadást. A következő előadás az szintén komoly érdeklődésre tarthat számot, ez a csecsemőkori, meg kisgyermekkori balesetekről, meg azoknak a megoldásáról, elsősegélynyújtásáról szóló téma. A harmadik pedig a korai fejlesztésről szóló program, ahol egy ilyen ölbeli, ringatós program a korai fejlesztése a csecsemőknek, kisgyermekeknek mozgásfejlődésben segítése, illetve az értelmi fejlődésnek a segítése is. Székesfehérváron arra is van lehetősége az édesanyáknak, hogy szakembertől kérjenek tanácsot a szülést követően az ingyenes laktációs babamama program keretében, itt a Szabad Művelődés Házában. A szoptatás támogató csoport az azért jött létre, hogy az anyukák egymást tudják támogatni abban, hogy a szoptatás az mennyire jó, nem csak az anyukáknak nyilván, hanem a babáknak, és hogy nyilván azok a nehézségek, amik előfordulnak, abban nagyon nagy támogatást tudnak az anyukák egymástól kapni, úgy, mint persze szakembertől is. Nyilván szoptatási tanácsadóként információkkal tudom az anyukákat ellátni, ami a sikeres szoptatáshoz vezet, és ugye a boldog együttléthez és a boldog növekedéshez járul hozzá. 1 millió gyermek életét menthetné meg ugyanis évente a világon az élet első órájában megkezdett szoptatás, és a kizárólagos szoptatás az első 6 hónapban. Vannak édesanyák, akik kifejezetten a szoptatás hívei, a programot pedig azért látogatják, hogy megosszák egymással tanácsaikat a szülést követően. Van olyan édesanya, aki más anyukáknak szeretne segítséget nyújtani eddigi tapasztalataival. Nekem már van egy nagyobb kislányom is, akivel szintén jártunk ebbe a csoportba, és vele nagyon sokat küzdöttünk az elején a szoptatással, és nagyon sok támogatást kaptam itt. És hát ki is alakult egy jó kis közösség, azóta van, akikkel többekkel össze is járunk, meg látom azt, hogy vannak nagyon nehéz helyzetben lévő anyukák, akik máshonnan nem tudják megkapni azokat az információkat, meg azt a fajta lelki támogatást, amit itt meg tudunk adni egymásnak. Úgyhogy hál' Istennek, mivel Bogival nincsenek problémáink a kezdetektől fogva, azért úgy gondoltam, hogy vele is szeretnék ide járni, mert az információ, meg az a fajta lelki segítés, ez nagyon jól jön másoknak is. A lelki feltöltődés mellett az édesanyák a program során sok hasznos információval gazdagodhatnak, ilyen például a szoptatás is. Az édesanyáknak arra hívja fel a szakember a figyelmét, hogy az anyatejben olyan, semmivel sem pótolható anyagok találhatók, amelyek védettséget nyújtanak a fertőzésekkel szemben, erősítik az immunrendszert, de a szoptatás az anyáknak is jót tesz, ugyanis csökkenti a mellrák kialakulásának kockázatát. Vonatrajongók, figyelem! Hétvégén a Nohab és a Szergely miatt voltak zsúfoltak a peronok. Nosztalgiai járatokat indított a MÁV, és a népszerű veteránok itt Székesfehérváron is jártak. Ez
Ez a hétvége a vonatrajongóknak kedvezett. Szombaton és vasárnap ugyanis a Szergely és Nohab nevű nosztalgia mozdonyok közlekedtek Fehérvár és Tapolc állomások között. Mi magunk a Nohabok mellett kifejezetten elkötelezettek vagyunk, hiszen a egykori magyarországi 20 mozdonyból 4 még mindig üzemben van nálunk a Mávon nosztalgiánál. Tehát mi nagyon szeretjük ezeket a járműveket, évente most már azt mondom, hogy rendszerességgel, mert 3 sikeres évben vagyunk túl, amikor ilyen nagy Nohabos találkozót szerveztünk Tapolcán. Úgyhogy mi nagyon szeretjük ezeket a régi járműveket, és nyilván az idei 150 éves évforduló, ugye ez egy nagyon kerek történet, ugye a MÁV ZRT, vagy hát magának a MÁV-nak a 150 éves évfordulója kapcsán. Gondoltuk, hogy azért így legyenek az évben elszórva olyan események, amivel föl lehet hívni az utasok figyelmét arra, hogy azért ez mégiscsak egy jeles dátum a vasút életében, és ennek kapcsán merült fel az is, hogy legyen egy ilyen nosztalgia hétvége. Egy olyan hétvégén, ami egyébként csendes, nem túl sok rendezvény van, nincs túl kínálat így, sem Balaton környékén, sem így általában egyébként kiemelt rendezvényhelyszíneken. És gondoltuk, hogy akkor ezzel megörvendeztetjük azokat a vasútbarátokat is, akik mondjuk ritkábban látják ezeket a járműveket. Ezek az öreg járművek, ezek nagyon fontos mérföldkövei voltak a magyar vasút életében a közlekedésnek. Nyilván a Nohab között, vagy a Nohab körül talán egy picit nagyobb a kultusz, mint a Szergely mozdonyok körül, hiszen azért ugye a 60-as években én azt gondolom, hogy az egy nagyon komoly döntés volt, hogy Nyugat-Európából, Svédországból vásárolnak nagy teljesítményű dízelmozdonyt, nem pedig ugye a baráti Szovjetunióból. Persze ennek aztán meg is lett az eredménye, tehát tulajdonképpen ugye a szergélyek azok azért kerültek beszerzésre, mert kötelező jelleggel ezeket kellett vásárolni, ugye a Nohabokat nem nézték jó szemmel, de ezek ikonikus járművek voltak mondanám, hogy a maguk idejében, de hát ugye sokak mind a mai napig szolgálatban vannak, úgyhogy azért ezek mai napig is használt járművek. A Nohab ez az M61-es sorozatú, alapvetően fővonali dízelvillamos erőátvitelű mozdony. Erről annyit kell tudni, hogy ugye az 50-es évek végén, 60-as évek elején még mindig nagyon nagy arányú volt a közvontatás Magyarországon. Most pontos számot nem mernék mondani, de valahol 80% körül lehetett a gőzvontatás aránya, ami azért egy magas szám volt, és megvolt az igény arra, hogy korszerűbb, nyilván energiahatékonyabb és üzemeltetés szempontjából egyszerűbben közlekedhető járművek legyenek a vasútvonalat flottájában. És ugye erre írtak ki tendert, aminek kapcsán ugye első beszerzésként ugye 20 darab ilyen Nohab mozdonyt vásároltak. Ez egy elég kiforrott technológia, ezt a 30-as években tervezték az Egyesült Államokban. Nyilván volt ennek kisebb-nagyobb rendszervarrása, és tulajdonképpen az a licensz, ami alapján a svédek ezeket a mozdonyokat gyártották, az valamikor az 50-es évek technológiája. Tehát, és ez érdekes dolog egyébként, most vasúti oldalról is, hogy egy 50-es években tervezett jármű mind a mai napig igen komoly teljesítménnyel üzemelni tud. És ugye, ahogy említettem, ugye 60-ban volt egy demonstrátor mozdonyom az országban, ami alapján ugye a döntés megszületett, hogy ebből vásárolnak, mert én úgy emlékszem, hogy talán 30 különböző típusra érkezett ajánlat abban az időszakban, de ugye végül a Nohab mellett döntöttek, és ugye ebből vásároltak 20 darabot, ami 63-64-ben érkezett be az országba. És hát ugye akkor ez egy komoly fegyvertény volt. Természetesen ugye az oroszok ezt nem nézték jó szemmel, úgyhogy utána már később, tehát a 70-es évektől csak a szergélyeket lehetett vásárolni. Egyébként a svédek készek lettek volna további mozdonyokat szállítani, hogyha lehetett volna ezekből rendelni, nem volt rá lehetőség. A Szergely nyilván egy más technológia, ugyan korát tekintve fiatalabb konstrukció, de hát korszerűbbnek én nem nevezném semmiképpen sem üzemeltetés szempontjából, tehát jóval szervizigényesebb, illetve hát a fogyasztás az mindenképpen nagyobb. Nyilván teljesítménykülönbségek is vannak, de azért nem akkorák, mint amikor a fogyasztásbeli különbség van. Szintén nagyon ikonikus jármű, hiszen nagyon nagy példányszámban rótta a magyar vasúton a kilométereket, illetve mind a mai napig közlekedik.
szombaton reggel 9 órakor startolt el a második vágányról a NOHAB nevű nosztalgia mozdony. A 1972-es számú villanyvontatású gyorsvonat 8 órakor indult Budapest déli pályaudvarról, innen ment tovább Tapolca állomásra. A kora indulás ellenére is nagy volt a nosztalgia járatok népszerűsége, volt, aki Győrből érkezett, csak hogy élőben láthassa őket. A NOHAB az elég kultikus lett így Magyarországon, főleg az elmúlt években. 2013 után, akkor lettek ezek a gépek 50 évesek, meg 20 darab készült belőle, és elég hamar selejtezték őket már 2000-es évek elején, meg hát 90-es évek végén, és elég kevés maradt belőle, úgyhogy hát meg mivel ez egy amerikai licensz, azért teljesen más formára, meg hát hangra is, mint egy átlag magyar mozdony. Én egyenesen Budapestről érkeztem, pontosabban déli pályaudvaron szálltam fel a szerelvényre, és onnan megyek el egészen Tapolcáig. És hogy miért is különleges? Azért is nézzenek rá konkrétan az emberek, hogy elég impozáns így a mostani világunkban, így konkrétan 2018-ban nem nagyon láthatunk ilyen szép mozdonyt. A 60-as évek terméke azért így egészen unikum, mint különösen itt Magyarországon. 10 óra 12 perckor pedig már a Szergely nosztalgia járatot is megcsodálhatták a vonatrajongók. A kék hullám sebes vonat Fehérvártól már villamos vontatással folytatta útját. Nyáron síelni? Simán, ráadásul itt Fehérváron. Mutatjuk a részleteket. Honnan jött az ötlet, hogy elkészítsetek egy ilyen pályát itt Fehérváron? Hát a síelés szerelméből. Nagyon-nagyon szeretek síelni régóta. Láttam ezeket a pályákat már külföldön, hogy működnek. Svájcban valamikor azzal kezdtek, tulajdonképpen 7-8 éve, hogy versenyzőket tökéletes technikára oktattak vele. Aztán megjelent ez az átlagemberek körében is, egyre több embert neveltek ezen fel az új technikára. Jött az ötlet, és megvalósítottuk. És ez az első itt Magyarországon? Így van, Magyarországon az első, itt Fehérváron kezdtük el ezt a pályát működtetni. Tulajdonképpen hogyan kell elképzelnünk, mit kell tudnunk erről a pályáról? Ennek a pályának a különlegessége, hogy mi tulajdonképpen egy helyben síelünk, tehát alattunk mozog a szalag, különböző sebességekkel és dőlésszöggel tudom üzemeltetni a pályát, egészen fel tudom vinni 70 km/h, tehát extrém síelést is tudunk rajta végrehajtani, de a lényeg, hogy az embereket a síelésre, az új, jó technikára megtanítjuk, alacsony sebességgel, biztonságban, korláttal, esések nélkül, sérülések nélkül. Hogyan kell egyébként jól síelni, tehát milyen a jó síelés? Hát igen, az új technikának nagyon fontos része a prevenció, a csípő és a térdizületeknek a kímélése. Tehát ezeket a klasszikus, nagyon erős térdhajlításokat és csípőmozgásokat abszolút ki kell vennünk a mozgásból. Az új lécek, 2-3 évvel nem is tudunk más lécet venni, ugyanez úgynevezett carving léceket, amit egyre jobban a versenysportból vesznek át a normál használatra, és ezeken másképp már nem is lehet majd síelni, csak ezzel az új technikával, és mi ezt oktatjuk, ehhez ragaszkodunk. Mit ad egyébként a síelés az embereknek, és ez a pálya többet ad-e, mint egy havas pálya esetben? Hát a síelés az öröm, boldogság, minden. Tehát a kinti környezetet nem lehet ide termi körülmények közé behozni, viszont maga az oktatási része sokkal biztonságosabb. Tehát itt az alapokra és egy bizonyos fokig az embereket sokkal könnyebben tudjuk megtanítani, mert nincsenek azok a külső tényezők, amitől félnek, a nagyon nagy lejtő, az eséstől való félelem, stb. Nem kell öltözni, és nem mellesleg töredéke a kinti oktatás járnak az, hogy itt megtanítjuk őket síelni. És ugye, hát télen-nyáron lehet jönni. Abszolút, abszolút, télen-nyáron így van. Síelés előtt egy kis bemelegítésre, a nulláról tényleg a carvingig megtanulni a síelést, mindent. A régi technikát kiavítani, átterni az új technikára, a hiányosságokat pótolni, teljes mértékben mindent meg lehet tanulni. Mi a különbség a régi és az új technika között? Hát inkább az ízület kímélése. Tehát a régi technikában nagyon drasztikusan használtuk a térdeket és a csípőízületeket, ezt ki kell venni. Tehát az új technikában ezeket már nem használjuk. Ott tulajdonképpen a lécnek az első 60%-át használjuk, és a súlypont áthelyezéssel működtetjük a síléceket. Tehát nem különböző ízületi szögekkel, hanem magával a test súly áthelyezésével működnek a lécek. Ezek a lécek meg vannak hajlítva, van egy bizonyos rádiuszuk, és ha megfelelően terhelem, jó helyen történik a terhelés, szinte maguktól működnek.
Sícuccot kell lehozni, hogyha jön valaki hozzátok? Hát ha valakinek van saját bakancsa, amit megszokott, akkor azt hozhatja. Ha nincs, tudunk síbakancsot adni neki, annyi, hogy zoknira szükség van természetesen. Viszont sílécek csak a mi síléceinkkel lehet sílni. Tehát sílécre nincs szükség, ha bakancs van, azt hozhatja. Órarendet hol lehet találni? Szeptembertől indulunk hivatalosan, a Facebook és a Kozmosport Fitnessnek az oldalán rajt lesz pontosan az órarend, milyen formában lehet jönni, kezdők, haladók, különböző csoport, családi jegyek, egyéni jegyek, minden meg lesz majd hamarosan. Kézműves foglalkozások, drámajátékok, cserkészkedés. Ilyen színes programok várták egy héten keresztül a rászoruló gyerekeket az Öreghegyi plébánián. A tábort minden évben a Caritas csoport rendezi. Szebbnél szebb alkotások születtek a tábor alatt az Öreghegyi plébánia közösségi termében. A kicsik és nagyobbak többek között egész héten kézműves foglalkozásokon vehettek részt. Egy polipot csinálok, és egy kartonra feltekertem, aztán levágtam, és akkor pedig most össze fogom kenni, és akkor majd a lábait be fogom fonni. Az Öreghegyi plébánia Caritas csoportja idén is gondoskodott a hátrányos helyzetű gyermekek kellemes időtöltéséről. A táborba ebben az évben 32 gyermek érkezett. 17 éve szervezzük a napközés bejáró táborunkat általános iskolás gyerekeknek, főleg nagycsaládos, illetve gyermekeiket egyedül nevelő szülőknek. Ezzel is segítsük őket abba, hogy a szünidő egy hetébe legalább felügyelet alatt tudják a gyerekeiket, és étkezést kapnak, reggeli 10 órai ebéd, és foglalkozások vannak számukra. Három fajta foglalkozás: kézműves, drámajáték és a cserkész foglalkozás. Ez azt jelenti, hogy minden nap ebben a háromban vehetnek részt, nyilván felépítve az egész napot. Igen, különböző korosztály, ugye, mert elsőstől mondanám a nyolcadikasok, de nyolcadikasok már nem, hetedik nyolcadikasok már nem nagyon jönnek. Tehát különböző korosztály, ezért három csoportba osztottuk kor szerint a gyerekeket, és egy forgás van, hogy elkezdik mondjuk a kézművessel, akkor van egy kis szünet nekik, akkor mennek a drámajátékosokhoz, végül a cserkészeknek is, cserkészekhez, és akkor ugyanígy, akik a cserkészeknél kezdenek, azok jönnek visszafele, tehát mindenki minden foglalkozáson részt vehet, de hangsúlyozni szeretném, hogy ez nem kötelező, hogyha ő egész nap kézműves foglalkozást akar csinálni, mert az a munka, amit ő elkezdett, még nem fejeződött be, akkor csinálhatja. Szóval ez a nyárra való tekintettel abszolút kötetlen. Csak lényeg, hogy lefoglaljuk a gyerekeket. Először is egy belülről jövő érzésnek kell lenni, ahhoz, hogy az ember a támogatók táborába beálljon. Én nagyon örülök neki, mert a képviselőtestületből, tehát a mi frakciónkból nagyon-nagyon sokan vagyunk ebben a listában. Úgy a polgármesterünk is, ő az élen, és a többiek is, és nem kell kérni maguktól, tehát az első, ahol segíteni lehet, mert én híve vagyok annak is, hogy az időseket is, mert elvégre ők is már rászorulnak, de első a gyerek. Én nekem mindig első a gyerek, mert ők azok, akik egész évben ugye nem élvezik az életörömét annyira. Milyen anyaggal dolgozol, és mi az, amit készítesz? Hát ezt anyaggal csinálom, és így ezzel így megformázom, meg így belekarcolom a dolgokat. Aztán meg úgy csinálom. És csak úgy így ide rögzítem mindig, csak még ezen egy kicsit dolgozok. És
ide is tehetem. Az Öreghegyi Plébánia Caritas csoportjának vezetője néhány feladatot megoszt a jövőben, hogy egy kicsit fiatalodjon a szervezet. A táborok szervezése és összefogása is könnyebb lesz így. Én mindenképpen szeretném, hogyha ez az egység, amit hosszú évek alatt kialakult, fennmaradhatna, ugyanis egy nagyon erős és egy nagyon összetartó csapatról van itt szó, az önkéntesekre gondolok, 25 fő. Tehát a Kati ezt olyan szinten, a Kádárné Kati megalapozta, hogy ezt semmiképpen nem szabadna lerombolni. Amiben hozzá lehetne még tenni fiatalos lendülettel, hogy egy kicsit a fiatalabb generációt is behozni ebbe a segítő szolgálatba. Ebben gondolkodom hosszú távon. Kedves nézőink, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, hogyha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Jövő héten pedig a megszokott időpontban újra várom majd Önöket. Viszontlátásra!